Első metúr rajta lépszik, sokáig. Hello, hello, sziasztok, mi vagyunk azok a csávók, és a mai részben strórumot fogunk inni. Igen, ezt már sokan kérdik. Meg mi is kértük, főleg Bence. Még nem látom a eddigi videókat, nekem ez az Achilles sarkam, vagy inam, vagy hogy mondják ezt. Hát én a ruma. Ezt nem szeretem, a rumokat, én annyira, hogy így elő is készítettem magamnak egy jó kis vödröt. Na! Stró, 80%-os szeszes ital. Ez egy osztrák dolog. Ez egy osztrák dolog. Összetevők, ion cserélt víz, rum, cukornádból, természetes és természet azonos aroma, és színezék, karamell. Alkoholtartalom 80 fok, származási hely, Ausztria, forgalmazó, Heinemann testvérek. A weboldalukon néztük, ott elég sok recept van, de ilyen nagyon fancy receptek, mint kell, mi a tárcát állnak. Inkább így saját kultféből kitaláltunk egy-két dolgot, de azért egy-két nagy klasszikus is beficcel, amit... Nagy kedvencek. Einer seid über vier, 100, 805, ja nem, várja, 85 Jahren verleiht Stroh, 80 vor allem Torten, Desserts, und anderen Köstlichkeiten der österreichischen Küche ihr unverleichliches aroma. Süteményekbe is szokták rakni. Ilyen sütő, tehát akkor várj, akkor ez ilyen sütőrum? Vagy mi ennek a neve? Főző? Nem, hát sütő. Nem, az más. Igazából szerintem ez a sütőrum jött ebből. Szerintem, hogy ezt próbálták lekoppindani, nem olcsóbb. Ez jóra, mert ugye az aromája igazából az a... Ugye van külön rum aroma is. Na, egy like, egy ima nekem. Most egészségünkre, ez jó lesz. Most engem sem Egi. Fini. Jó. Nekem egy kicsit karácsonyi ízom. Még beszéltük is, hogy lehet, hogy két üveggel kell venni, mert csak fél literes amúgy. Ja, igen, igen. De aztán én mondom, hogy de figyelj, ez 80 fokos, tesó. Igen. Ez nagyon rossz. És akkor most próbáljuk ki azt, hogy vagy kell inni? Aha. Na. Amúgy ez a pia, ez olyan, mint egy ilyen energiaital nekem legalábbis. Így pörgetve, így mennék. Jó, benne akar. Tehát ilyen flukermetem volt, az most beleittem, és így most mennék, gépelnék. Ezt így kell inni amúgy. A hozzávalók az igazából annyi, hogy ugye 2 cent strórumot verünk bele, akkor egy citromgerezdet kifacsarunk, beledobjuk, jeget teszünk bele és cukorszirupot. Ez olyan, mint egy ilyen grog végül is, ha jól tudom, az a cukorszirup, vagy cukor, lime, meg rum. Citromot vesztek, akkor ne ilyet, amiben ennyi a citrom és ennyi a haja. Ha van normális citromot, akkor hajastól belerakjátok, de ezt nagy szart nem fogjuk. Kicsit megnyomjátok és így belekedni. Addig, az ennyi ebben megcsinálta lesz. Valami nagyon emlékeztet az élete. Nem tudom. Ez a citrom még dob rajta. Még süti se be. Aha, amúgy igen. Citromos csoki süti vagy valami. Kis rumaromával. Amúgy az egész... Hülye vagy, ez így nagyon... Ez olyan, mint a puncs. Amúgy itt már nem annyira szar. Egyébként van még a spicrom amúgy, ami ennek a Pepsi kólája, azaz a koppincsa. Úgyhogy lehet, akkor inkább ilyet fejetek, az azt hiszem, egy picit olcsóbb, de ez sokkal jobb, mert kóstoltuk mindkettőt. Akkor jön a következő, ezt azt hiszem, jól emlékszek, ez saját cucc. Ezt azt ez saját, mert nincsen neve. Az amarettós tejszínes móka. Ja, igen, bázolj. Az ilyen csoklikőrös jellegű téma lesz. Bázolj, úgyhogy ebbe kerülni fog 4 cent stroh, 2 cent amaretto, 1 deci tejszín, és csoki szirup vagy csoklikőr, ez majd kinek mi hogy, meg nekünk mi hogy merre, ezt majd kitaláljuk. Jég mindig azért kell ilyen sékes cuccokba, hogy az úgy... Lehűts a piát. Igen, meg hogy nem, amúgy de így felkavarja, és rakik is levegőt a piába, és könnyedebb inni, és amúgy tényleg így van. Amúgy külön jót tesz az éneknek így ez a kis hígítás, az ilyen koktéleknek, hogy annyit van, mert így belevavad a jég. Érdekes, érdekes. Tetszik, tetszik a dolog. Mi ez? Basszus, nem jut eszembe, de tuti tudni fog, mondjátok. Mi? Mandula. Mandula likör. Mandula. Ja, Nesquik-es szirupot vegyetek, az még jó. Még mehet. Úgy ezt nem csak inkább ilyen dísznek kéne az oldalára? Úgy is mehet bele. Kevésnél keveredik el így a legjobb, mint ez a szirup. Nagyon
Nagyon jó keveredik a cukor. Nagyon jó lesz, ez nagyon finom lesz. Egészségünkre. Egészségünkre. Egi, amúgy ez tök jól néz ki a pohár, és hát szerintem az ennek is. A pohár az elég jól néz ki. Ja, jó, ez nekem. Az a csoki az nem tetszik, vagy nekem se, de. Hát én ezt, hogyha meginnám a hűtőből, így belekortyolnék, akkor kidobnám már azt hinném, hogy lejárt. Teljesen jó. Nekem ilyen íze van. Hát ez a te bizonyítványod. De így most már jéggel jobb, így hidegen. Már jobban adom. Segített rajta. Nem lesz a kedvencem, de... Nekem sem. De abszolút nem rossz. Mert azért el lehet ezen nyomogni, egyre jobban ízlik, minél többet is szoktam. Amúgy kb. Az ilyen portós koktél, szerintem működnének ezekkel a formációkkal. Ezt nem is vettük alapnak, hogy mi próbáljátok majd ki. Ja, fönn lesz. Vagy, hol lesz? Ott szokott lenni valahol a szaromban. Ott fönn lesz. Nézzétek meg majd a portósat, ott fönn. Ennek a neve az a Kugel Blitz, ami gömbvillámot jelent, utána néztünk. Annyira hülye neve volt, hogy ezt meg kellett tudni. Kugáblitz! Na mindegy. Viszonylag egyszerű lesz úgy ránézésre. Másfél cent Strohrum, másfél cent Absinthe és másfél cent Galliano, amilyen vaníliás valami móka, úgyhogy mi azt hát helyettesíteni fogjuk, mert nincsen Gallianónk. Panzerkampfwagen! Jó, úgyhogy most csinálni fogunk egy házi Galliano-t. Szegény ember Galliano-ja. Ha vesztél egy vanília szűrpörösi vodkát, ami pont annyiba kerül, mint a Galliano összességében. Jó, nem ez a vodka? Mi ezt ebben fogjuk csinálni? Igen. Hát akkor ezt ilyen felesbe keverjétek kb. Ha nincs vanília szirupotok, akkor jó lesz egy kis cukor és vanília aroma. Vagy vaníliás cukor. És ha belerakjátok a vodkába, az amúgy egy pár óra alatt feloldja. Egyébként a Galliano-nak pont ilyen színe van amúgy, ilyen sárga. Ha ilyen szép réteges koktélokat akartok, akkor tanácsos mindig egy ilyen kis kiöntőbe önteni, mert szebben tudjátok önteni, mint ebből a nagy ormótlan üvegből. Négy és fél, ugye ez is? Továbbra is. Maradjon egy pici, úgyis, ha kell másik rész azért. Hát, most úgy számolt, van pont maradt itt egy pici, de hát, kell minél marad. Több marad annál, kell a másik. De ezt úgy számoltuk, hogy ez pont. Sokszor számoltuk már. Nézzétek, milyen szép. De most jó, nagyon szóval. Pontos voltam. Most tényleg. Többször újra számoltam. Hát ebből kicsit kevesebb lett, nem mert közt megiszem én. Abban kicsit több az abszint középsőbb, ezt tudom, azt láttam. Mert akkor eltöntem. És kevesebb stró, vagy több abszint. Én hajrá, gyerekek! Bazd meg! Az összhatás nem rossz végül. Egy. Sőt, nagyon jó a füstje, mint a lányja. Hát ezt le is rakom izom. Teljesen jó. Ebben csak az abszintot éreztem. Nem, de külsejelet. Hát akkor a következő koktél a kedvenc koktélom, ez klasszikusok közül. Ez egy klasszikus koktél, ez jobb ilyen bárba, koktélbárba megkapjátok. Egy kicsit sajnos át kellett variálnunk, de ez mondjuk a megegyezés alapján nem üt el. Mert így mégis van. Háromféle rum kell bele, és ez háromféle rum lesz. Mondd ki! Ez a zombi lesz, zombi. Ami ja. Istentelenül zseniális. Ennek igazából egy ilyen nagy szabálya van, annó olvastuk egy könyvbe. Ilyen koktél könyvben, hogy háromféle rumban kell készülni, ebben az egyik rum az ilyen, ilyen nagyon erős alkoholfokú rumban kell csinálni, meg két másikból. Igen. Rendesen úgy szokták, hogy egy ilyen straw, és igen. Egy barna, és egy fehér rum. A sztoria, hogy ez azért hívják zombinak, hogy aki ezt kitalálta régen ezt a koktélt, az ugye ezt így egy ilyen koktélbárban a csávó ezeket így csinálta, és volt egy vendége, aki ebből megivott egy este hármat, és én atom K.O. volt, és másnap odament hozzá, ugyanúgy is úgy nézett ki, mint egy zombi. És azóta abban a koktélbárban csak kettőt ad neki egy vendégnek, mert hogy ez annyira egy ütős pia. De mindjárt meg rájöttök, hogy amúgy rendesen, hogy ez miért. Ez amúgy volt olyan jó, hogy egy éjszaka már sakkák részegen odajött, azt négyet megivott. Igen. Máshogy már felkelni nem bírt a földről, jó, de amúgy konkrétan ott hozzá, azon a helyen amúgy kicsit lightosabban csinálják, mint ahogy ezt kéne. De attól még van benne meg amúgy szerintem most kb. Mindenhol lightosan fogják csinálni, mint most egy igazán... Ez tényleg egy hardcore verzió. Ez egy hardcore verzió, de
Ez egy eredeti verzió. Hát akkor nekiálljak sorolni, mert ez hosszú. Aha, lesz. Ez lesz a legkisztabb kóp. Tehát 2 cent strórum, 2 cent fehérrum, ami most nem fehérrum lesz, 2 cent barnarum, 5 cent ananászlé, 5 cent narancslé, 1 öntett cukorszirup, 1 öntett angosztúra, 1 cent citromlé, 2 cent grenadin, 2 cent sherry brandy, 2 cent barat brandy. Ennyi. Ennyi! Fakunk azért bőszen jeget, mert amúgy ebbe fel. Majdnem mondhatjuk, hogy ezek a csávók csatornák, kimondottam, hogy ezért készül ezek koktélre, ha egyszer ezt megcsináljuk. Mert ez szerintem ez baszóbb, mint a Long Island Ice. Kibontsam amúgy? Meg finomabb, meg rumabb, meg minden. Igen. Akkor ebből is készen, rendesen fehér rum kéne, de most csak ez a szar alanyrumunk van, ami amúgy szóra jó, és amúgy túl jó, és de mindegy. Igen, ez is ilyen úgy opcionális, mert ez kb. Ez olyan aroma, mint ami van abból a strókrumban. Jó, ennek még szerintem is jó az illata. Ezt is amúgy vétek belerakni kb. Ez egy ilyen nagyon jó cucc. Ez is ilyen osztrák cucc. Ez ilyen barack likőrszerűség, de majdnem schnapps, mert amúgy erős, mert 30%-os. És dugós. Ami dugós pia, az és nem bor, az biztos, hogy jó mindig. De ez tényleg, ez ilyen, igaz, ez az igazi koktél amúgy. Oké. Okay. Várjál, még egy kis gránátalma szörpöt rakok bele. Rendesen a grenadin is ilyenből készül. Csak az a grenadin, az nem ilyen gránátalmas grenadin, mert igazából a grenadin már, ma már bármi lehet, ami piros. Ja, rendesen ezt így szokás tálalni, ez így úgy néz ki, mint egy tequila szára ez ugye. Csak keverd össze. De azért érdemes összekeverni, mivel ebben azért nagyon sok alkohol van az alján, és a tetején csak ügyítő. Azért ez illat, az azért olyasmi. Tehát ez azért hasonló. Igen, ez így kb. Tényleg ez egy koktél, ha azt mondja valaki koktél, akkor ez a definíció. Egészség. Tehát nekem például ez jut eszembe elsőre. Hát egészségetekre. Hajrá gyerekek! Azért ott van. Tényleg amúgy, ha azt mondjátok, hogy koktél íz, akkor ez az az íz. Uh-huh. Ez a... Na ez! Üdítő! Ez... Ha egy, dolgot választhatok ebből a részből, az gondolkodás nélkül. Ez gatyavilág, zseniális. Istenem, sorom. Ja, hogy ez a pont kellőképpen édes, pont kellőképpen érződik rajta az alkohol. És tényleg az a másik, hogy kurva sok mindenből van, és hogy mégse szar attól függet. Hát ez isteni volt, gyerekek, hogyha az összes ezek a csávók részből egyetlen koktélt szeretnétek csak megcsinálni, ez az a zombi legyen. Jó, a következő a Pro Hot Chocolate lesz, amiben kell egy adag forró csoki kezdetnek, 2 strórum, fahépor, májvad cukor, ami igazából csak díszítés, és nem találtuk meg sehol, úgyhogy azt pont nem lesz benne, illetve tej. Ezt gondolom egy adag, ezt gondolom 2 és 3. De ez ilyen jó langyos, tehát azért úgy bőzön. Bőzön? Jó lesz! Ja, ilyen bőzön! Tényleg a tejet amúgy ilyen bőzön szintre forraljátok amúgy. A bőzön a legjobb. Á, ez ilyen szívok én egyébként. Néha. Bőzön. Olyan érzésem, mintha nem lennék berúgva, de amúgy nagyon. De amúgy nagyon be vagyok. Tehát ez ilyen átbaszós. Jó lesz. És akkor ehhez megy 2 cent ilyen, meg azt hiszem fahéj. Ugye ebben még sok van, szóval akkor nyugodtam. Nyugodtam el. Nem baszol ki, mert én szeretem. Én csak magammal baszom ki, de nekem megetsz mindegy vágyat. Úgy látjál, és csalik a történet. Nem szereti ezt a strómrumot, meg semmilyen rumot. Aztán nem is ívod belőle egy kicsit. Iszik belőle az ember, és akkor nem tudja letenni. Folyamat. Nem, nagyon le tudnám én tenni. De hogy tudj. Nagyon le tudnám én tenni. Még egyet megittunk van, és annyit kell venni. Nem, te még öntesz pluszba. Szerintem te szereted, csak most már sajnálnád bevallani. Nem, hanem biztos bevallanám, nem, csak én az elvek embere vagyok, és ha már úgy van, hogy ennek vége kell, hogy legyen, akkor vége lesz. Így kell tálalni. Így felkeveritek, ezt rácúrjátok. És akkor ott a fahéper. Itt a fahéper. És hogyha nagyon fenszik vagytok, akkor még rakjátok rá egy kicsit. Akkor még raktok rá egy kis tejszínhabot, és arra kell a fahéper, de nincs tejszínhabot. Meg a tejszínhab buz is. Azon gondolkoztam, hogy most amúgy nagyon kevés papas lesz, így alig.
Hát azért én emlékszek egy kettő kakas. Azért szerintem kakas, 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 kakas. Kevés lesz. Ja bocs, itt hajrá Ancsa. Ennek amúgy nagyon jó videó szerintem. A fajé miatt fúlos. Ha, meg úgy minden. Ez jó. Ez jó? Ez a józan táncod volt, ami? Igen, igen. Szabad a csók! Gyere, Bence! Megyek, megyek, várjál, várjál! Szabad a csók! Csók! Családon a pítás! Családon a pítás! Családon a pítás! Na, jött az utolsó koktó! Hú! Ez forró lesz! Most egy nagyon nagy klasszik koktélt fogunk megcsinálni, de ilyen strohrumos kiadásba, aminek a neve a... Strohító. Szerintem mind tudjátok, mire gondolunk. Strohrumos mojító, tehát sima mojító, strohrummal. Na tehát kell bele 3 cent strohrum, 1 mentaláleg, fél limelevel, fél citromlevel, 2 cent cukorszirup, 1 narancsgerez, 1 öntet angosztúra és szódafelöntés csinált. Amúgy én ezt várom a legjobban. Nekem a mojító a kedvenc koktélom, és strohrummal meg... Úgy? Azt úgy tele? Telerakjátok majd ég az egész poharat. De amúgy most jöttem rá, hogy Bence egy picit elbasztam. Figyelj, nem ezt most kiöntjük. Azért, ha a mojítót csináltok, akkor mindjárt megmutatom, hogy hogy kell. No, az lényeg, hogy megfogjátok a mentollevelet, azt rakjátok bele először a pohárba. Előtte jól megmossátok. Jó, meg kell cuculázni. Ha a Tesco-ba veszitek, akkor ott azért rákölgnek az öreg nénik. Akik covidosok, de nem mondjuk ki, hogy mi. Mert kakas a korona. De ezt én mondjuk, amikor mondtam, még szerintem a legelső adások közt, hogy megmossálom, mert ki tudja, hogy kiköhög rá. Nem. Most aktuális, így áll, aki nem készült fel időben. Mojitónál egy ilyen nagy taktika, amúgy ezt nagyon sokan nem használják. Nagyon kevés kristálycukor, csak éppen egy nagyon pici. Így. Na, mert így jobban összemorzsolódik. Igen, és akkor amikor összemorzsoljátok, jobban kijön bele az aroma. De itt belerakod a 20 darab mentalevelet, kristálycukrot, és megtöltik egy ilyen cuccal, bármivel lehet amúgy. Hát, amúgy... Csak így picit nem kell túlzásba vinni, de így... Húsklopfolóval is ja. Lehet, csak azt nehéz belerakni a pohárban. Így van. Nem kell agyon nyomni, mert ha nagyon szétnyomjátok, akkor nagyon ilyen zöld íze lesz a koktélnek, és az se jó. Na, most akkor Jóas elkövette az egyik legnagyobb hibát, mert mojitóban is bele nem szabad kifacsolni a levét, hanem csak megvannak ezek a wedge-ek, és csak így bele kell nyomni és beledobálgatni. Amit fölírtunk, mert lediktált a Ricsi. Sajnos rosszul diktálom. Fél lime leve, fél citrom leve. Tényleg? Én így írtam föl. Van, hol van írva az, hogy leve? Szerinted, kérdezem. Ebbe, mert szerinted fél citromot szeretne vele dobni? Igen. Nem. Összevágva több darabba egy fél citrom. Az már nem fél citrom. De azt sincs oda írva, hogy facsarva. Mert én tudom, mert én írom. Jó, így megvan bocsájtva Juhasnak, mert csak nagy szar van, és a nagy szar nem rakjuk bele a mojítóba, csak a rendes citromot. Tehát Juhas például nem rakjuk bele a koktélt. Mert Juhas issza meg a koktélt. Mert Juhas is egy nagy szar. Szerintem a mojító készítésnek az egyik legfontosabb szabály az az, hogy úgy csinálod az egészet, mint hogyha egy limonádét csinálnál magadnak. Tehát, hogyha például te citromosabb, savanyúbban szereted a limonádét, mint mások mondjuk, akkor több citromot raksz bele, hogyha édesebben, akkor több cukrot. Hogyha, ha nem szereted annyira az ízét ennek a citromnak, meg a cukornak, akkor mind a kettőből kevesebbet több szódát. Tehát ez teljes mértékben úgymondva változtatható, nincs kimondottan ilyen szigorú szabálya. Úgy csináld, hogy szereted igazából. Én már több helyen ittam mojítót, itt Orosházán, és több helyen meg is kérdezték tőlem, vagyis amikor megcsinálták a koktélt, és így megkóstolták velem, hogy így jó lesz. De ahol tényleg tudják, hogy hogy kell csinálni, ott nem fogják megkérdezni tőled, mert az... De az a legjobb, hogyha megkérdezik, mert akkor lehet pótolni, ugye? Be is sok ékkel. Narancsgerezdet megfogjátok, és így belenyomjátok. Bele, nem mindenhova. És beledobjátok. Az angosztó, amúgy rendesen ez a sima mojítóba is kell, amúgy ezt mindenhol elfelejtik. Ez a mojító amúgy egy ilyen igazi nyári pia. És megfogjátok a mentaágat, ami kimaradt, és szépen belerakjátok díszítésnek, és teljesen felsziklált. Úgy néz ki, hogy beleültettek valami sziklafal visz. Na nézzük. Föcső, picúj.
Anyás! Nyilván jó. Nem gondoltam volna. Nekem kicsit édes, de amúgy... Egy kicsit túl édes, de amúgy fixi. Hú, szerintem csak a legalján volt nagyon édes, most egy kicsit feljebbről nyíltam. Én először felőrebbről ittam. Az lehet, hogy a cukor akkor... Á, most már pont jó, most már pont jó, púros. Amúgy nincs mojító érzésem. Nem, nagyon nem. Nem. De finom. Jó, már csak nem az a mojító. Ez így már nem volt jó. Én szeretem. Egy hétig nem iszok. Why the fuck you lying? De holnap még valamit lőhetünk, azután egy hétig nem iszok. Na! Na. Hát ez... Bence, messi, mondd már, hogy jobb volt, mint tervezted. Nem. Nem, hogy nem volt jobb. Opa! Jobb volt, mint terveztem! Nem volt olyan szar, csak kiugatta az ínyemet. Volt két csepp még benne, és azt így gyorsan, hogy azt mondta, hogy hello. Hogy ínyen leveszem. Ezt miért csinál? Na, ne hány be. Ott van az összes kaja. Itt a vödör! Pötyő! Esküszöm nagyon, ez a csepp, ez... Straw room off. Várjál! Ez tök jó. Gratulálok! Kakas! Csaj, ezt te fogod feltakarítani, nem én. Remélem, ezt tudod. Remélem, nektek jobban tetszett ez a videó, mint nekem ez az adás. Hát szerintem... Hogyha ez így van, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogy lássátok az új kontenteket, meg nyomjátok meg a csengőt, hogy tudjátok is, hogy mikor jön majd csütörtökön 6 órakor a következő adás. Írjátok meg kommentben, hogy... nem is tudom. Írjátok meg kommentben, hogy mi legyen a következő pia. Írjátok kérdéseket, mert most már lesz majd livestream, meg podcast is majdnem havonta, szóval írjátok a kérdéseket, mert akkor ezeket majd jó megválaszoljuk. Aztán majd találkozunk. Vigyázzatok magatokra. Semmi buli. Tartsátok be a szabályozásokat. Semmi buli. Semmi buli. Mossatok sokat kezet. Megfogad? Csövike, távesz. Halló. Távesz meg, táló csikámé. Hello, hello, sziasztok! Hello, hello, a csávok is! Mi vagyunk ezek a csávok? Fogunk strórumot fogunk inni! Úgy van neki, úgy kell neki! Ígyuk meg még egyszer!